Na szavaztok srácok, ez itt újra KTN Gaming, én pedig Zenda vagyok, és folytassuk tovább az Until Dawn-t, és erről a nyugtató, barátságos bányából folytatjuk tovább Emilyvel a kalandot, akit igazából meg akartam öletni, de sajnos nem jött össze a történet. Na mindegy, hogyha már életben van, akkor vele vagyunk, és hallok sikolyokat a háttérből, és most már egyre közelebb hallom őket, úgyhogy léci kiabálj még, igen, hello. Biztos, hogy barátságos sikolyok ezek, de tényleg. Szóval nagyon bizalomgeresztő a hely, és roppantul fosok, hogy valami történni fog. Ez itt ismerős ez a hely, mintha itt már jártam volna. Ajaj. Hello. Hello. Menjünk egy kicsit gyorsabban, hogy valami történjen, valami jó dolog történjen, ne rossz, mert rossz az már elég sok történt, illetve nem várt történések is voltak. Igen. Na várja, azzal a kocsival kéne ezt kiszedni? Ez hát nyilvánvaló, hogy be van zárva, aha. Jó, menjünk erre. Itt volt egy ilyen kocsesz, aha. És azzal kell szerintem betörni az ajtót. Legalábbis én így tippelném. Itt mi van, várjál. Itt is volt valami, aha, itt van. Na, egy ládika. Ezt ki tudod nyitni? Ja, simán. Mit találtál? Ez egy fotó. Bányászoknak a fotója, nagyon örülök neki. Itt fönt nincs véletlen totem vagy valami? Nincs. Nincs semmi. Oké, akkor azt a kocsit azt elindítom szépen a karrierje útján. Igen, azt húzd magad felé. Ölni. A viszontlátásra, drága kocsi. Bam! Nem volt halk. Biztos, hogy nem tűnt föl nekik. Itt egy lift. Azt... igen, azt meg tudod gyújtani. Nagyon jó. Nyilván működni fog a lift. Na? Rángasd még, attól biztos beindul. Nem működik. Aha, ott azt kéne. Gondolom fölkapcsolni. Jó. Menjünk. Egyelőre még nem támadott meg senki. Úgyhogy bizakodok. Azt a ásult lapátot. Nem tudom mi az, nem tudom hozni magammal. Főleg, hogyha ilyen hangok vannak. Várjál csak. Itt a létre, igen, ezzel megyek föl oda. Itt hátul mi van? Esküszöm, egyszer a kutatásba fogok beledögleni. Igen, az ott nem itt a tengéletlen? Ja, nem, az csak egy... De, várj, de az ott igen! Az egy totem, bizony. Hadd lám. Haláltottam, konkrétan szem előtték Emilyt. Nem mondom, hogy nem érdemelné meg. Jó, mászunk föl. Szerintem itt lesz a kapcsolónk. Na, mennyi? Ezért tudok sasolgatni. De jó, és ez miért jó? Azon kívül, hogy körbe tudok nézni. Öcsém! Szerencsétlen csaj! Biztos jót tett a lábának. Most már lassan kezdem sajnálni. Eddig nem dagadt annyira, hogy leszakadjon alatta a létre.
Oh! Félek, hogy ilyen jó helyre esik le. Bazzeg, mi ez a hely? Az undorító. Koponyák, csontvázak, minden... bazzeg, mi ez a hely? Így nem viccelnek. Jaj, ne! Egyre durvábban hallom itt a hangokat. Mert az itt hagyott a picsába. Aha. De gyerünk! Ó, van itt izom. Ott van valami. Meg ott is van valami. Weird. Really weird. Itt bent. Oh, ott van egy ládika. Na, mit rejt a láda? Egy fotó? Ki van rajta? Na, fotózzunk. Billy. Agnes and Louise. Nem ismerős. Lehet, hogy bányász, oké? Az egyik bányászi. Igen, ezt néztük. Itt volt... Bazd meg! Valami ott nagyon abálott fönt. Igen. A létra. Szivacs. És erre? Vajon? Ja, innen jöttem. De itt nincs semmi, ugye? Itt nem hagytam el semmit. Itt a csontvázok közt nincs semmi véletlen. Valami útmutatás, vagy valami, hogy... mi ez a hely? Nem, jó, eddig tudok jönni. Aztán, ez nagyon durva. Nem, itt nincs semmi, oké. Hát akkor mászunk följebb. Ahhoz a lángszoros sávóhoz. Egyébként azon agyaltam, hogy nem biztos, hogy de Josh is el akart tenni minket lábaló, vagy hát volt rá példa, hogy azért elég durva dolgokat csinált, de ezek a lények szerintem nem hozzá tartoznak, ne csak messze. Szóval ezek a lények nem hozzá tartoznak. Richard. Nem sietünk sehova. Illetve az a lángszoroshoz sincs semmi köze, mert ugye van még egy... jaj, tudom már, ki lesz ez a lángszoros. Az a lángszoros, ez a elküldött gondnok lesz, szerintem. Ugye a Dili házból. Mert felgyújtotta, meg minden. Meg ugye a Washingtonékra nagyon rá volt szálva. Szóval itt több szál van. Egyszerre, és az egyik szál az már nagyjából meg van fejtve, hál' Istennek. De még mindig maradt kérdés bennem Dögivel, és szerintem bennetek is. Hogy mi a répa folyik itt. De hát szerintem szép apránként azért megkapjuk a választ mindenre. Ne, Matthez rimánkodjál, hát nincsen itt Matt. Nem véletlen hagyott ott. Mire nincs semmi? Oda, arra. Nem, jó, oké, menjünk tovább. Ne! Ez kínos, lemerült. Remélem, hogy sötétbe megyünk ezen túl tovább. Oh! Itt a lángszoros csávó. Na jó, de ez a lángszoros, ez most vagy gyújtogat, vagy valakiket ölöget. Ja! Ó, oké. Megvan a fákjánk, igen. Itt ment tönkre ugye a létre. Aha, ott van lent, jó. És akkor itt lesz a... Aha, itt van ez. Igen, ezt mutatta. Ezt kell fekem főkapcsolni. És akkor elvileg működni fog a lift. Oh my God, finally something.
Bizony. Végre valami, ami működik. Nyugtával a napot, Emily, nyugtával. Már csak le kell valahogy jutnod. Itt egy lépcső. Mi nem erre jöttünk? Igen. Egyelőre tényleg nagyon nyugodt ez a bánya. Meglepő módon. A hangokkal már egész jól megbékéltem. És itt van még egy totem. Na, ez mit akar nekem mutatni? Add le. Az mi volt? Veszélytotem. Az a falból, vagy... Honnan nyúlt ki az a cucc? Azt mondja, meg kell nézni még egyszer. Csak először jussunk ki erről a helyről. Mi? Jó... Erre mi újság? Ezek nem is félni egyébként itt abban a barlangban. Most ezek a hangokat is megszoktam. Semmi nincs itt. Aha, és most fogja rám hozni a szívbajt a játék, basszus. Mert tipikusan azt csinálja, hogy elaltat, aztán hirtelen lecsap. Jó, de kijutottunk? Hát... ki? Végül is ki? Csak... Csak ott nem tudsz fölmenni. Szóval mégse jutottunk ki. Na, maradjunk annyiba. De látod már a eget. Ami tök jó. Na, várjál, itt mik vannak? Itt mi van a földön? Szemüveg. Ez Hanának a szemüvegje? Jana. De nem, nem ide estek ezekbe. Ez itt mi? Igen. Tudod el? Igen, azt is. Arra, szépen. Mi? Ez mi? Hát ez egy nagyon jó kérdés, hogy ez mit jelent. Hanának a szemüvegé meg mi a tökömet keresett itt? Hát láttuk, hogy meghaltak, nem? Merre most merre? Arra lehet menni. Meg ott jobbra lehetett menni. Na jó, két irány van, kezdjük ezzel. Várjál, úgy nagyon tovább megyünk, lehet, hogy arra kéne tovább menni. Itt nézzük meg, hogy erre mi van. Hát ez a zsák utca. Igen. Baze! Oh, Jesus! Ide temették el Bettet? De ki temette el ide? Mondjuk így hirtelen a lángszoros csávóra gondolok. Akkor a lángszoros csávó... Igen, mert ő ugye látott minket, hogy leestünk. Illetve leesett Hanna és Beth. Őt látta, még meg is akart minket menteni. Csak ők jól beszartak tőle. Szóval lehet, hogy ő elhozta ide őket, és hogy vonszolta Hanát, leesett a szemüveg, Bettet elásta ide, és az a kérdés, hogy Hanával mi történt? Mi a franc van ott? Várjál, mert erre is lehetett jönni. De szerintem zsákutca is itt... Várjál? Lehet, hogy erre lehet nagyon elmenni? Nem, mindegy. Nézzük meg erre mi van. Fedezzünk fel abból... Baj, nem lehet. Ez mi? Baszk! Mi a franc? Bettnek a feje! Mi? Mi?
van? Adném meg még egyszer? Hogy néz ki? Mi történt vele? Nem ilyen állapotban láttuk utoljára, mikor lezuhantak. Mi a franc? És hova Hana? Vele mi történt? Hű, kezd para lenni. Igen, azt nyisd ki, menj be. Ja igen, arra lesz egy lift, nagyon jó. Örülnék, hogyha ki tudnék innen jutni. Hú, itt a bányában nagyon-nagyon furcsa dolgok tört. Tényleg? Ja, visszajutottunk ide, oké. Ez micsoda? Ja, ez a csekkoló rendszer, aha. Ki jött, ki ment, mikor, miért? Oké, oké, oké. Nyilvántartás. Na, de viszont akkor most mehetünk föl. Júzol, nem? Szóval Josh, Beth elég durva. Durva még ezt, legalábbis a feje. Azt a testéve mi van? Nem mozog. A francért rezeg ez a rohadt kontroller. Jó. Futi! De várjál, Stranger! Azt mondja, hogy maradjunk! Ne fussunk! Csak nem kiderül, hogy segíteni akar, de hát ez a izé! Ez a... mondd már, a pszichopata állat. Jó, hát a tűz nem nagyon állította meg. Zsákutca. Igazából, ha el akart volna kapni, már elkapott volna. Bújjunk el. Jó, nem bizalomgerjesztő ez a... hely. Ahova elbújtunk, ez se. Szóval szerintem, ha el akart volna kapni a csáó, már rég elkapott volna. Ja, nem feltűnő, hello! Ja igen, és akkor itt meg folytatjuk. Mi az anyádért röhögsz? Mi? How does it feel? Do you enjoy feeling terrorized, humiliated, I mean, panicked? All those emotions that my sisters got to feel once, ja, one year értem. Ago? Only guess what? They didn't get jó, de ez egy kicsit azért durvább hasonlat, tehát ugyanazt akarta Josh, hogy érezzenek a többiek, amit a testvérei éreztek, amikor meghaltak. Come, why the long faces? Come on. It's good to get the heart racing every now and then, right? And race they did. I mean, every one of you just pitter-pat. I hope you appreciate it. De azért ez nagyon durva. Arra lennék kíváncsi, hogy hogy élte túl. No detail too small. No opportunity missed. It was such a delight to play the puppet master to all of your Pavlovian panic. Na menj a de durva. Na ez érdekel engem, hogy hogy élte túl. God, that shit was ja. And no retakes. Nope. Only Boz, double takes. Oh, you should have seen your face. Hook, line, and sinker. Úristen. For every little stinker. Josh, why are you doing this? Yeah, don't even ask this. Ez nagyon kemény. He's got no clue. Mennyit agyalhatott rajta, hogy ezt kitalálja? He's definitely off his meds. Oh, come on, you guys. Revenge is the best medicine. You're done. Mike, he's sick. What? Come on, you guys are all gonna thank me when you guys become jó, Josh, internet sensations. Wait, what? Oh, you better believe this little puppy's going viral, ladies and germs. I mean, we got unrequited love. We got blood. I don't think there's enough hard drives in China.
De hogy mennyire összerakta a dolgokat, mindent kitalált. Simán besétáltuk az összes csapdájába. De... Nem biztos, hogy meghalt. Guys, come on. Seriously, this is crazy, you know? Shut up. Why'd you hit her, man? Huh? Why'd you fucking hit her? Ah! Dude. What are you talking you about? You punched Ashley, you piece of shit! Oh. I got so mad. You don't hit a girl. You just don't. Dude, Chris. Bro, I... And I'm not your bro. Hely szabadban vannak rágva egyébként. Most nagyon az a nagy dolog, hogy Jessica vajon tényleg meghalt vagy nem? A totem szerint nem kellene, hogy halottnak legyen. Viszont láttuk, hogy szinte nulla jelet jellel ugye ment a liften. Nem leesett, leszakadt a liften együtt, maradjunk annyiba. De hát rohadtul nem értünk vele egyet egyébként, ez nagyon nem így kellett volna lereagálni. Milyen partner? Miről beszélsz? Azok az idők elmúltak. És egyébként úgy tervezte ezek szerint Josh, hogy ezután le is buktatja úgymond magát. Na, ez azért túlmutat a poénon. Michael csak nem tornáztatja fel addig magát, hogy fejbe lövi Josh-t. Nem tudja Josh, hogy mi történt Jesse-szel. Josh, be honest with me. You really expect us to trust you? Igen, nem nagyon nem bízunk most már Joshba, főleg ezek után. De ő nem tudja, hogy mi történt vele. Végül is elvileg nincs társa Joshnak. De... És ugye... Abban van valami, hogy nem Josh, tehát a Jesse-el történtekről. Hiszen teljesen más figura volt ő, akit elvittek. Ugye hát láttuk, hogy ilyen predátor módja is volt annak a izének. Szóval lehet benne valami. Egyszerűen túl sok hullám csapott össze, ennyi. Defensive... agresszív, Be kéne kussolnod most már egyébként. Really need to shut up, man. I don't even know what you mean because I don't have anything to regret. Oh my god. Ez tényleg be van kattam, ez nem fogja fel azt, hogy mit tett konkrétan. Okay, tie me up now, okay. Stay still, man. Right, still. Okay, they tie him up if they just wiggle around. Ez bolond. I need me a little wiggle room, huh? What does it take to shut you up? Oh, not so tight, okay? Not so tight, okay? Can't wiggle around. It's plastic ties, that's where it's... What? In God's name, is he talking about? This is hard to watch. Ez nem tiszta a csáv. Biztos, hogy leállt a gyógyszerekkel. Nézzétek meg, ez beketyósodott. De eddig annyira tisztának tűnt a csávó, amikor ugye vele voltunk. Ezt hogy csinálta? Most meg... egy kettyós. I'm sorry, what did you say? Well, I said you're a dummy. What is wrong with you? Oh, Ashley. Oh. Ashley, I'll get you out of this. I want you to die! Oh, I never imagined in my wildest dreams that you liked me. Stop it.
stop. Ez bolond. You know what that sound is? It's the sound of never kissing Ashley, you pussy! Stop! Anyád. You know, you might as well let Ashley sleep with Mike. Tök mindegy, hogy hányszor ütjük meg Choringet. Szerintem nem mám használ neki. Fucking pathetic, Christopher! I'm gonna beat his head off. Don't listen to him. Not worth it. Bizony, hallgass Mike-ra. Hey, Mike. Mike, what? What happened with Jess, Mike? Mi történt Jess-szel? You know what happened. No, I... Most hiszem, Josh mellé állok, mert szerintem semmi köze a Jess-szel történtekhez. I don't remember killing Jess. Christ. I mean, like, I feel like I would remember killing her, you know? She's so soft. And she's probably got like a really tight bod. Shut your fucking mouth! Le fog lőni a szarba. Felhúzod? Figyeljetek! Rendezzétek le magatok közt, jó? Hú, de remeg. Szóval rendezzétek le magatok közt. You guys are the worst! What? Well, come on! You expect me to believe you're gonna shoot me? Just a little meat tied up here, helpless. Why don't you go back to the lodge? Make sure everything's all right. I'll stay here with this lunatic until morning. Nem fogja lelőni egyébként. Sleep over. De milyen pszichopata feje van Josh-nak. Na most nagyon előtört az a... igazi pszichófej. Yeah, you're right. See you in the morning. A viszontlátás. Na igen. Itt van az ugye, hogy kiszúrt minket a csávó, vagy hát kiszúrt, megtalált minket. Na és az a kérdés, hogy mi történik. Maradj kusba, hát ő is azt mondja, hogy maradj kusba! Ott van! Nem akar minket megölni, nem bán minket. Édes Isten, ez de béna! Ott volt az az izé. Ne. Pedig jó lett volna, a csávó megvédett volna minket, de ez megint elrontotta. Na, mi van? Ja, hogy flare! Ó, király! Kisül a szemem tőle, de jó, hogy van. Hello! Aliho! Ja, nem erre megyünk, oké. Okay. Arra kell majd tovább menni? Innen balról hallok hangokat. Ott, várj, azt le tudjuk dobni. Dobjuk le? Ja, hogy nem, mi esünk. Jó, mi ugrunk le, oké. Okay. Hát azt hittem, hogy csak ledobja a flare-t. Jó, hát ezt jól félreértettem. Pedig elmentem volna még a másik irányba, körbe se soltam volna, hogy mi újság van arra. Ki kéne jutni most ebben a nyomvadék bányában, mert most már a tököm kezd teli lenni ezzel a helyjel. És aztán nem csak a hangokat hallom, hanem azt is, hogy mászkál, vagy mászkálnak, nem tudom hányan vannak. Oda kéne jutni a csávóhoz. Legalább megpörkölni ezeket a rohadékokat. Ott mászott! Ott jobbra, ott volt. Láttam. Okay, this is gonna be the way. Mennyi? Ó, az anyád! Shit! Menj! Ó! Ment! Bozd meg! Ne, üldöz minket ez a szutymák! Bara! Arra van a lift! Gyerünk!
Gyerünk, 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 húzz, 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 húzz! Gyerünk, jó? Hú... Mi volt az az undormány? Ilyet láttunk, volt valami laporféleség, és ilyesmi fej volt ott egy befőttes üvegbe. De infót nem olvastam róla, vagy elhagytam. Jó? Bum! Maradt a távol. Ja, hogy ezek látnak így! Aha! Oké, háromszög. Na, és ez miért jó? Ja, értem, 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 értem. Jó. Oké. De erről le kéne menni, mert ennek a végén daráló szokottám lenni általában. Szóval... Vagy nyaktörő mutatvány lesz, vagy nem tudom. Flipoff, 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 flipoff! Ez nem működik, jó. Ennek a végén is daráló lesz. Vagy nem? Nem. Jó. Oké, és most? Júj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 
Az anyád! Ne, rosszat nyomtam! Basszus! Megharapta! Ez jár valami következménnyel vajon? Az a gyalog, hogy mi történt azzal, hogy megharapott. Számít az valamit, vagy nem? Valami fertőzés, vagy valami... Lehet, hogy ezért lőtték le Emilyt. Bazzek, akkor te meghalsz. Crap, what now? Na, hát igen, most mi legyen. Nézzük a jó oldalt, kijutottunk a bányából, amit akartunk. Csukd be, azaz, kösz. Are you alright? I didn't think that I'd make it. You were screaming bloody murder. Are you okay? You totally lied. There was something. Nem akarjátok tudni, hogy mi volt. Something's out there. Did you guys split up? A monster, it's a monster. Most Krisztel leszünk, oké. What are you talking about? I said there's something out like there. Like what? Ash, relax, it was Josh, it was all Josh. No, listen to we me. We got him tied up, he can't hurt you. No, it was after me and it wasn't human. Bizony. Hold on. Igen. Mi történt? Em, can you tell us exactly what happened? I am trying to tell you. We were climbing up the tower and it fell. The whole tower just fell right into the mine. Whoa. What mine? There are these mine shafts all over running under everything. When the tower fell, we ended up down there. I don't understand. The tower fell? How'd it fall? I was walking down there in the mines and it was dark and I found this pile and there was Beth's head. Igen. Wait, what? Beth's head. Ott volt Bethnek a feje. What the fuck? Are you serious? Yes, I'm serious. I think they fell down there. Oh, Jesus Christ. But the worst part is I don't think that any of that, csak, lehet, hogy nem like, harapták meg. Fall, csak úgy right látszott esetre, de megkarmolták, ott a vállánál lehet látni. I don't know, I feel like she jó vállán, ott van egy like, ilyen... Starving to death for weeks. Inkább... Hát, nem tudom, hogy karmolás vagy harapás. No. Hirtelen a butterfly effektől nem láttam, listen, hogy mi volt. In the tower there was a radio and I got through to someone, but then that was right when de az igazából részletkérdés, hogy mi volt. He made it. Oh god, yeah, Mike! Barely. És most Josh-sal ki van? We're trying to figure that out. Yeah, and then there was this monster that was chasing her. She's all messed up, guys. Emily? Hey, Em? Whoa. Ki jöttök az? What the fuck can that be? Remélem, mert... It's not Jess. Tényleg még Jess is lehet. Who is it? I don't know. We should check it out. Vagy? Good. Vagy ilyen intelligens a szörnyünk? Ja nem, az a izé lesz, a lángszoros csávú. A gondnok. De akkor igazából segít. Most akkor nem tudom hova tenni a dolgokat. Védem az ajtót, vagy add ide a pisztolyt.
Vegyük az ajtót, beszerűek vagyunk, csak maradunk. Okay. I'm gonna open the door. You ready? Igen. You ready? Just do it already. Whoever it is probably gone by now. Unless you want me to take a gun. No, no, no. I think that's less good. You do the door. Na, gyerünk. I got the gun. Jó lesz ez így. Háromra. Egy, kettő, három. Boom! Bejött a csávó. Hú, milyen beteg feje van. Jaj! Ennyi lefegyverezett. Nem szarozik. Okay, everybody, just calm down. Now, just move over there. Go on, move. Most bántani akarsz minket, vagy nem? I'm here to tell you what you're up against being back on this mountain. Ja nem, ide jött, hogy elmondja, hogy mi a franc folyik itt. Na, ez szimpatikus. I don't know why you did after what happened last year. You mean with Hannah and Beth? Nem ért, hogy mi jöttünk vissza azok után, amik tavaly történtek. You hold on to your horses. I don't take kindly to you kids coming up here to my mountain. Your mountain? Huh? I'm sure the Washingtons would be very surprised to hear that. Well, the mountain don't belong to me, it's true. But it don't belong to the Washingtons. This mountain belongs Wendigo. To the Wendigo. Who? What's he talking about? Wendigo. The hell's a Wendigo? Let's hear him out. Not like we have a igen, choice. Jó lenne, hogyha elmondanám, mert szeretném érteni. I'm only gonna tell you this once. It doesn't matter to me if you believe it or not. I got reasons I want to get it off my chest. See? I told you. He's guilty as shit. Guilty as something. Kush már, Mike. There is a curse. Átok? That dwells in these mountains. A bányászok? Should any man or woman resort to cannibalism in these woods, the spirit of the Wendigo shall be unleashed. Oh, crap. Ja, akkor igen, most Mike visszaemlékezett, hogy mi volt, amikor Jesszék, illetve mi üldöztük ugye Jesszéket, az egy Wendigo volt, aki elragadta. És akkor ezek a lények, ezeket hívják Wendigóknak. És egy átok miatt lettek ilyenek. Where did you leave him? In the shed. Your friend will already be dead. As by? No. No, he can't be. We were just with him. A lot can happen quickly on this. Igen, Josh, ugye most Joshról van szó, hogy ott hagytuk ugye a fészernél, illetve Mike hagyta ott, hogy ide rohanjon. Miatt ke volt ez a sikor. A csávokán meg azt mondja, hogy valószínűleg, hogy most már halott. I'll go with you. I don't need your help. Mi az, hogy nincs szükséged rá? Szerintem eléggé van. Többek közt ott van a hátán egy bazony nagy indok, hogy miért van rá szükséged. You don't seem to understand the magnitude of the situation. Well, I'm going to get Josh, aren't I? No, I'm going to get Josh. You're going to help me. Do you understand? Yeah, I think so. You need to follow me and do everything I tell you. Jó, kövessük, és pontosan azt csináljuk, amit ő mond. Elég tapasztaltnak tűnik a Maki. Ó, van még egy shoti. Ó, azt meg odaadja Krisznak a shotit. I know how to use a shotgun, man. No, you don't. What? How do you know? Trust me, I know. Hey. Be lettél ótva. Gyere vissza. Ó. Gyere vissza éppen. De cuki. Ha ezt túlélitek, te csillesz. What's a guy gotta know? You just be careful. You follow my lead. Jó, kövessük őt. Azt mondja. So, how many times do I have to shoot it with the shotgun before it's dead? Well, you'll be shooting it a long time. You mean this thing won't even kill it? No, but it'll slow it down. Well, how do you kill it? They don't like fire. Nem szeretik a tüzet ezek a Wendigók, aha. Igen, ezt sejtettem egyébként. It's like tough armor. The
Ja, értem, tehát a bőrük, hiába ilyen vékony kis csíráknak néznek ki, a bőrük azok brutális kemény, és olyan, mint egy páncél konkrétan. És a tűzzel ugye ezt le tudod róla, hát úgymond szó szerint olvasztani. Tehát a tűz az simán átható rajta. Viszont a golyó ellen eléggé védve vannak, azt mondja. Azért az úgy kemény. Meggondolom, akkor bármilyen szúró fegyver ellen is védve vannak jobban, mint a tűz ellen. Igen, és itt vagyunk a fészernél. Like if I rub garlic all over me, they won't be able to smell me or something. They'll still smell you. Anything like that. I can't see you if you're... Itt hagytuk, nem? Josh-t. Nekem úgy gondolik. So if I don't move, I'm basically invisible. Yeah. Well, I wouldn't recommend testing it. Na, Josh? Hol van Josh? No other choice. Baz, és tiszta vér ott minden. Mi a franc? Lehet, hogy igaza van a csávónak is tényleg. És vagy meglépett Josh, vagy elkapták. Menjünk el, most. Hallgass-e! Ó, de nem hangzik ez jól. He keeps you alive and aware and feasts on your organs. Letépi a bőröd és életben tart. Menj már, mi ez? Úristen. Szólj se többet, menjünk. Mennék. Na most beszartam. Bazd meg! Basszus! A picsába bemozdult a kontroller! Basszus! Jó, ez megdöglött. Nem döglött meg! Hey, nagyon elcsesztem. Jó, lefele. Dur! Menj, 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 menj! Ne, ne, ne törődj vele, csak szaladj, léci, szaladj! Nem akarom, hogy meghalj! BOOM! Még egy, basszus! Ja, ez ugyanaz, de pia vagy! BOOM! Ash, nyisd ki az ajtód, légy szó! Kösz! Csukd be, csukd be, csukd be, csukd be! Chris! Oh my god, what happened? Yeah, we gotta go! That thing was like... Hú, hál' Istenem, nem volt fatális hiba, hogy... bemozdultam! Aj, köszönöm Istenem! Ha csak nem a csávó túlélte volna. Fújat vitte. Ott viszi Josh-t. Jaj, bazzeg. Oh my god, guys, thank god! It took you so long. It's not so good up there right now. Understatement of the night. Chris, where's the flamethrower guy? He didn't make it? No. What happened? The thing, it tore him apart. Right in front of me. Oh, God. All right. These are all the doors? Yeah. Are you sure? What are you looking for? Another way out. De örülök, hogy Chris túlélte. De most akkor most mi van? At least we're safe down here. És tényleg nem hatott rá a golyó. Tehát elég masszív, meg elég gyorsak ezek a szemetek. Vissza kéne menni a csávónak a lábszóróhájé. Jó, de szegény csávót, hogy lefejezték, te úristen. Csóri. Mike, there's no key for the cable car. Josh, he's gotta have it. Josh? Josh-nak kell lennie a kulcsnak, ugye a felvonóhoz.
el akarnak innen that húzni, meg is értem, de meg kéne találni először Josh-t. I don't know, Mike, it's possible. What's possible? It may have taken him down to the mine. Ja, igen, elvitték ugye a bányába valószínűleg. A vendégok. Nem akarok visszamenni a bányába. Az mi? Fuck it. I'm gonna get that key right from that thing's goddamn bedroom, and then I'm gonna get us all the hell out of here. And what is all that? It's that old guy's bag. Is that a map? Ja! Ja, most ott vannak a izének a helyén. Jó, jó, most esett le. A csávónál, akit kinyírtak. Illetve lefejezett a vendigó. Ja, értem, értem, értem. Jó, összeálltak ki. It's horrible. You were? Some of them survived, but like 15 of them didn't make it. There was this reporter, and I think he figured out there had been some like big cover-up going on. I found these plans. They knew the mine was a death trap, but they let the miners keep working anyway. And I'm not sure what it means, but I found this chair. Dried blood all over the place, like somebody'd been tortured. Michael, I'd like to maybe focus on how we're gonna get the fuck out of here, please. I'm just saying, it's weird how much crazy shit's gone on up here. Elég borzasztó, hogy milyen dolgok folynak itt, igen, ez valóban. That's how I got back here. I saw this when I was down there. That's where it lives. Oh. Mi van? What is... Huh? Ja, kiszúrta, hogy megharaptak, megkarcoltak, szabadon választott. It's nothing, it just bit me. Ja, megharaptak. Jó, oké, akkor jól láttam. The Wendigo. What? It's nothing. De nem biztos, hogy fertőző vagy valami. Azt mondták, hogy átok. Hogyha szerintem átalakulnának, akkor most már globális lenne a probléma, nem? Yes, Emily, at least let us check it out. Emily, if the Wendigo bit you, you could turn into one of those. És ezt mi bizonyítja, Mike? He said it was from eating each other. Remember, he said that. Is that how it works? Okay, hogy kannibálok. Egymást teszik. And then you're gonna turn on us. Oh my god. Oh my god. Oh my god. You can't be down here with us. What, Mike? You gotta go. Mike el akar őt zavarni. Putting us all in danger. Like hell I am. Emily, you can't stay here. Mike, just cool your head, okay? We don't know if it works like that. Maybe it's just a bite. Igaza van Samnek. I don't want to say it again. What is this, guys? Én sem akarok még egyszer Wendigót látni, bár biztos, hogy fogok. Right here. Ő el akarja zavarni. Oh no, you're just making yourself feel better about sending me to my death since you know there's a Wendigo out there ready to rip me to pieces like it did. Hey, igazán egyébként hát kiviszi, biztos, hogy meghal. Jó, Ashley is kizavarná. Ja, itt volt a totem az, hogy lelőtt. Akkor Mike az, aki szemellővi. Nem szabad szemellőni. Remélem legalábbis nem fogja. It is not safe as long as you're in it. Not for us. Én nem lőném le egyébként. Nem. Nem. Nem, nem, nem fogom szemellőni. Talán lesz majd valami feljegyzés valahol, hogy... hogy a harapás nem gond. Viszont ha gond, a szumi. You guys know what to do. Yeah. No one leave. Okay? It's not safe out there. I'll be back soon. Tényleg? Nem biztonságos kint? Na hát, ki gondolta volna? Kriszt nagyon megviselték a dolgot. Ha mondjuk elhiszem. Csóri csávó, hogy lefejezték, még mindig azon vagyok kiakadva. That he was gonna help us. With a flamethrower, dude? Now we don't have a chance. No, guys, it just means we've gotta be tough. We've gotta do this on our own. Yeah, keménynek kell lennünk. I don't know if I can. Na, ő viszont most elkapta a naplóját talán. This guy's a little OCD.
Kösz már, hát olvastam. Na, azt mondja, hogy mi van? Ja, értem, tehát úgy alakul valaki át Wendigóvá, hogy kanibál lesz, aha. Tehát, hogyha valaki ugye a hegyekbe ragad, és nincs mit zabálnia, egymást fogják enni, és úgymond ez a Wendigó szellem, vagy hát igen, végül is szellem, spiritus, előtörik belőle, és úrá lesz rajta, és ezért alakul át, aha. Ugye bűntudat nélkül, bla 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 bla, ugye láttuk mindet. Jó, ez egyértelmű, általános hülyeségek. Engem az érdekelne az egészben, hogy a harapás az... Az számít, vagy nem számít? Igen. Igen, a Wendigo... says that because the Wendigos are mutated from humans, when they hunt us, they know how to perfectly mimic their prey. Oh. Az kemény. Jó, elég durvák ezek a Wendigók, maradjunk annyiban. Azt mondja, igen, a Wendigo az ugye látja a mozgást. De hogyha egy helyben maradsz, azt nem érzékeli, akkor elveszít téged. Aha. Tehát, hogyha totálisan, itt írja, hogyha totálisan egy helybe állunk, akkor a Wendigo minket nem fog látni. Na, mondjuk ez jól jön, hogyha üldöz minket, aztán bepánikolunk. Megállunk egy helybe, aztán jó lesz. Mi van? Igen, azt mondja, hogy a csávókánk, ugye, akit lefejeztek, megölt 6 Wendigót. Nagyon profi lehet. A kések vagy a töltények hatástalanok ellenük, használjunk lángszórót. Ez a legjobb fegyver rájuk. Ugye mert a tűz az leégeti róluk ugye a bőrüket, és ezáltal gyengék lesznek és érzékenyek mindenre. Azt mondja, de ne öljük meg ők, és miért nem? Azt mondja, hogyha megölünk egy Wendigót, akkor a Wendigo szellem az kiszáll a levegőbe. És ez mit jelent egész konkrétan? Elég hülyén fordítottam, de hát ez a lényege. És mi van akkor, hogyha... Na, itt van szó a harapásról! Azt mondja... Itt írja alul, hogy but the bite is harmless. Jó, tehát a harapás az nem számít. Az nem lényeg. Jól van akkor. What is it? What does it say? Mondjuk el, hogy Emily rendben lesz. It says that the bites, if it bites you, it's not infectious. Igen, tehát it doesn't do anything. Igen, hát tehát a harapás nem csinál veled semmi. Egyszerűen megharaptak a csokoládét. I'm sorry, what did you say? Says she'll be okay. It says what? You're gonna be fine. Tehát ő rendben lesz. Fine. Michael almost shot me. Is that fine? Jó van, higgadjál már le. She was scared. I'm the one who's scared. I'm sorry, Emily. I didn't know what was going to happen. There's none of us know. Bepánikolt mindenki. There's no excuse, Emily. Please, just try to understand. Understand the palm of my hand, bitch. Mit? Már csak anyád. Bár döglöttél volna meg, Emily. I'm sorry. I'm so sorry. Shit. Shit. Oh, acsi. We've got to get to Mike. Like now. Micsoda? Mike-hoz kell menni. Miért? Mi van? Jó, tehát akkor a harapásod nincs semmi baj. Helyes. Joshua, de durva lett ez a terep. You should have listened to me. Magadnak kellett volna, nem? I don't know which is worse. Actively triggering events that lead to someone's death or possibly allowing kapcsolókat mozgatni, amivel valakinek a halálát okozzuk, vagy nem tudom, mert olvastam. Vagy segíteni másnak. Remember last year? Huh?
And you left your poor sisters to die? You did nothing to help them. De az a durva, hogy itt nagyon változik a terep, tehát ez most ilyenkor Josh teljesen be van kettősodva, és képzeli ezt az egészet? Vagy mi a franc folyik itt? Mert itt nem voltak fák, meg nem volt, nem ilyen volt a helyszín. Igen, kicsit elharapódzott ez a játék, amit Josh üldözött. Egyedül marad Josh. Can you feel how cold your loneliness has become, huh? A pszichomokus totál ki van Joshra akadva, és mondjuk ezt meg is értem. Joshua, why did you hurt them? Miért bántottad őket? Nem bántott senkit, vagy ők is bántottak? Ők is bántották őt. Nem konkrétan őt bántották. Én meg azt mondja, hogy nem. Nem a faszt nem bántottad? Hülye vagy? They didn't hurt you, Joshua. Not intentionally. They made a stupid mistake. No. And a terrible tragedy befell your sisters. They did not intend for that to happen. Nem konkrétan George bántotta. And they were sorry at least until you subjected them to your night of horrific torture. Ez csak egy játék volt, hogy sajnáljuk. Hát jó lenne, hogyha sajnálnád. Let's hope that it's not too late for atonement. And that your friends, if they still are your friends, can save you from. Something even worse. Néha valami rosszabb még a halálnál is. Például, ha egy Wendigo kap el. 9. fejezet? 2 óra hajnalig. És Mike... Na várjál, most Mike visszajött, igen, a szanatóriumba. Ezt jól lenne becsukni. Oké. Nehogy el tudjunk menekülni, hogyha valami gebasz van. Hú, na jó, de jó van, srácok, legyen elég most ennyi. Remélem, hogy tetszett nektek is ez a rész. Sokkal okosabbak lettünk a sztorit illetően. Hogyha nektek is tetszett, akkor megköszönöm, ha dobtok nekünk egy lájkot. Ha nem tettétek volna meg, akkor iratkozzatok fel ránk bátran. Én pedig innen fogom legközelebb folytatni ismét a szanatóriumból. Addig is legyetek jók. Szevasztok!